Most végezzünk el egy olyan kísérletet, amelynek a főszereplője a monokord. Ebből mindenki gondolhatja, hogy a hullámok, hangtan, rezgéstan körébe tartozó kísérletbe kezdünk. Tehát a monokordnak a nézőközönséghez közelebb levő húrját, vagyis ezt a húrt fogjuk használni. Az asztalon található még egy tablet, amelyen egy Fourier transformációs program fut. A függőleges tengelyen az intenzitás logaritmikusan, a vízszintes tengelyen a frekvencia lineárisan van elhelyezve, a maximum frekvencia az 3000 Hz-nél található. Amikor megszólalok, a Fourier transformátor teszi a dolgát, és az én hangomat rögtön analizálja, és fölrajzolja azokat a vonalakat, amelyiknél a frekvencia hangossága kellően nagy. Hát ezt föl lehet látni, hogy semmiképpen nem mondható az én hangom zenei hangnak, hiszen a zenei hangnak a definíció szerint a frekvencia egész számú többszöröseit lehet megfigyelni. No, ezek után megpróbálok csöndbe maradni, és megpengetem a monokordnak a húrját. A monokor húrját, amikor megpengettem, akkor láttuk az alapfrekvenciát és az alapfrekvencia egész számú többszöröseit. Megmutatom még egyszer. Abban az esetben, ha megváltoztatjuk a gerjesztés helyét, tehát én most a közepén pengettem meg, és újbegyeim közül engedtem ki a húrt, most a végénél fogom megpengetni, és a körmöm hegyével. Szerintem nagyon jól látszik az, hogy a magasabb frekvencia tartományba eső felharmonikusok is megszólaltak, és hogyha ezt mind az ember figyelembe veszi, akkor rögtön láthatja azt, hogy ugyanannak a húrnak a hangja attól függően is más és más lesz, hogy hol és milyen módon pengetjük. Ez egy ilyen kemény, a vége felé történő pengetés, ez egy lágy, a közepén történő pengetés spektruma. Mint tudjuk, a frekvencia függvényében megszólaló hangokhoz különböző hullámkép is tartozik. A legalacsonyabb frekvenciához tartozó hullámkép úgy alakul, hogy a húr két vége csomópont, a közepe duzzadó hely. Tegyünk ide egy papírból egy kis lovaskát. A következő hely az ugye úgy néz ki, hogy egyharmadhoz tesszük a lovaskát, ez azt jelenti, hogy két fél hullám, aztán három fél hullám, aztán négy fél hullám, és öt fél hullámhoz tartozó duzzadó helyekre helyezem el a papírt. Tehát ez azt jelenti, hogy a előre berakott helyekre fogjuk ezeket a lovacskákat elhelyezni. Nézzük meg, hogy különböző frekvenciákra hangolt hangvillákat, ha hozzáérintünk ehhez a dobozhoz, a doboz megrezgeti az egész rendszert, és ennek eredményeként rezgésbe jön a húr, hogy milyen rezgések alakulnak ki, hát nézzük meg. Azt hiszem, jól lehet látni, hogy a papírkák nyugalomban maradnak, leszámítva azt, amikor én ezt így megbillentem. Hát ezen tehettem volna jobban is. Nézzünk egy másik frekvenciát. Ez olyan nagy méretű, olyan alacsony hangú, hogy ezt nem is kalapáccsal, hanem a kezemmel kell meggerjeszteni. Nézzük meg még egyszer. Amint látjuk, ebben az esetben is a lovasok a helyükön maradtak. Amikor a kísérletre készültem, megmértem először a frekvenciáját ennek a harmadik a sorban a középső hangvillának. Amikor ezt sikerült megmérni, akkor addig hangolgattam ezt a húrt, hogy a két frekvencia essék egybe. Mármint ennek a frekvenciája, és ennek az alapfrekvenciája.
Ha most ezek után megnézzük, azt hiszem nagyon szépen látszik az, hogy a gerjesztés révén az alapfrekvenciánál, a kétszeresénél, a háromszorosánál és a négyszeresén és az ötszörösénél elhelyezett lovasok lerepültek a húrról. Ez azt jelenti, hogy a húrt, amikor meggerjesztjük ezzel a módszerrel, akkor tulajdonképpen ezek a módusok mindegyike föléled. Most én csak aztán egy módusra szeretnék most már még egyszer kitérni. Amikor az ember ezt fogja magát, így megüti, előállítja a húrnak a saját rezgését, és azt hiszem nagyon szépen látszik, hogy ez a kísérlet többször megismételhető. A duzzadó helynél akkora amplitúdójú rezgés alakul ki ennek a speciális frekvenciának hatására, amely a lovas leüti. Azt hiszem, hogy nagyon szépen tudtuk megmutatni, hogy egy megadott frekvenciával gerjesztünk egy húrt, nem csak az alapfrekvencia, hanem az alapfrekvencia többszörösei is fölélednek. Köszönöm a figyelmet!